Hogy nézel ki? Nem érsz, hogy nézek ki. Hogy nézel te ki? Ne már! Hát én is ezt mondom. Ökör bara! Máté, amielőtt átjöttem a te sessionödbe, azelőtt találtam egy UFO űrhajó csészealjat. Oké, és már is van. Mindjárt bepattanunk a kocsiba, és oda megyünk, gyere! Jó, és milyen kocsi? Jó, de nem lesz az már ott, ezt felejtsd el. Biztos, hogy ott lesz. Jó, akkor első mítosz. Ott lesz vajon még az az UFO, amit a Krisztián látott? Na hello, srácok! Ez itt egy újabb GTA-s videó, és ebben a videóban ismét mítoszokat fogunk nézni. Hey! Nincs itt! Itt volt! Hát, ezt nem hiszem el! Nyilván nincs, mondtam, hogy nincs. És akkor az miért? Hogy? Hol? Szóval ez a mítosz hamis, ugyanis nem volt itt ez a UFO, amit a Krisztián látott. Az előző mítoszos videóban mondtuk ugye, hogyha meg lesz a 3000 like egy nap alatt a videón, akkor kussoljára. Ott van! Oszta! Hol? Menjünk oda! Máté! Lassan kell megközelítenünk. Hol? Miről beszélsz? Ott van! Hol? Hát ott. Ott van, nem látod? Hol van? Hol van? Mi a franc? Mondtam, hogy ott van! Betermett elém! Ja, és most én nem látom! Szerintem közel kell jönni. Itt van! Mi a fene ez? Mi ez? Nem lehet oda rámenni. Markus 18. Markus Rashford. Markus 18. Irajó. Markus. Máté! Mi a szar? Lőjön! Itt volt a te repülő! Mi a franc? Itt van a te repülő! Ledől! Mi ez? Mi történik? Mi volt itt a te repülő? Szálljunk be! Na látjátok, srácok! Ilyen exkluzív mítoszokkal találkoztatok a csatornán, mint ez, mert ilyen biztos, hogy nem láttok még egy csatornán. Mi a szar ez? Mit csinálsz? Várj! Segítek! Kösz! Hát nem nagyon segítettem. Miért volt itt alatt egy repülő? Jó, meghaltál. Mi ez? Már oda megyek alá. Mi történik itt? Nem tudom. Azta! Nyugi, Máté! Neki megyek a rakétakocsival! BOOM! Itt áll egy űrhajó, és nem tudjuk, hogy miért. De ez nagyon durva, ilyet még életemben nem láttam. Srácok, az a lényeg, hogy ez ilyet még egy csatornán nem láthattok. Az egész YouTube-on, nem hagy Magyarországon. Úgyhogy, hát... Ezért érdemes ránk feliratkozni, úgyhogy iratkozzatok csak fel mindenféleképpen. Viszont, Krisztián! Hát ez minden mítoszt felülír, ez biztos. Főleg, hogy ez fejjel lefele van most ez a űrhajó amúgy. Nem értem, hogy ez mi történik. Még mindig. Mit leveled az ő csicska? Most komolyan, ott van az égen egy ilyen űrhajó, hogy villog, és engem leveled az a rendőr, mert hogy én biztos gonosz vagyok. Na, menjünk innen. Szóval, srácok, ebben a videóban mítoszokat fogunk nézni. Az előző videót nagyon sokan lájkoltátok, iszonyatosan sokan lájkoltátok, és azt mondtuk, hogy hamar jön a következő mítoszos videó, csak hát nem jött. Na, nem baj. Úgyhogy, srácok, hogyha szeretitek az ilyen... Jaj, ez nem jó emote volt, bocs. Hogyha szeretitek az ilyen egyedi mítoszokat, amiket én találok ki, ugyanis ezen a csatornán és ebben a sorozatban soha nem látott, sehol máshol nem látható mítoszokat láthattok, ugyanis én találom ki az összeset, és hogyha szeretitek az ilyeneket, akkor... akkor... Lájkoljátok ezt a videót, ugyanis, ha meg lesz egy nap alatt a 4000 like, akkor hamar fog jönni a következő mint. Ez elképesztő. Mik ezek a szarok? Csak így melyek oldalra, azt nyomjam az összeset. Akkor hamar fog jönni megint a következő mítoszos videó, mert kitalálok újabb mítoszokat. Juhú! Na, jó? Ez barzasztó volt, Krisztián, szerintem ez volt a legrosszabb. Mi volt barzasztó? Szóval, Krisztián, akkor kezdjük el az első mítosszal, ezután az óriási, elképesztően nagyon durva, ilyen misztikus történések után. Hát ez kb. Tényleg az volt. Úgyhogy kezdjük neki! Kezdjük neki! Mehet! Gratulálok, te barom! És milyen mítoszok vannak, Krisz?
Jók. Szuperek. Mit tesz? Azt hát itt várlak, és észrevettem, hogy sinen állok, és mondom, hú, jó, hogy nem jön a vonat, és oldalán néztem, és jött a vonat. Na. Szuper mítoszaink vannak, amiket mind én találtam ki. És egyébként, srácok, lehetséges, hogy vannak olyan mítoszok, amit már más is megcsinált, mert vannak ilyen egyszerűbb mítoszok, mint például lehet rugni a másiknak a fejét. Ez nyilván mást is eszébe juthat. Ja, de ilyet nem csinálunk, remélem. De attól függetlenül én találom ki őket, csak... Jó van, már nem kell minden videóba bebizonyítani 50-szer, hogy te találod ki. Nem bírtam már megállni. Oké, na Krisztián, akkor kezdjük az első mítosszal, ami nem más, mint mondjad. Az első mítosz az, hogy ki lehet lőni a játékos kezéből a pisztolyt. Biztos láthatok már, srácok, ilyen western filmeket, amikor azt csinálja az egyik, hogy így egymást le akarják lőni, és kilövi a kezéből a pisztolyt, hogy hatástalanítsa az ellenfelet. És azt most kiderítjük, hogy ezt meg lehet csinálni a GTA-ban is. Jó. Na, gyere Máté! Természetesen éjszaka van, mert... Igen, mert GTA-ban mert GTA-ban nem lehet nem éjszakának lennie. Na, jó van Máté, én vagyok itt a gonosz rabló. Oké, na mehet. És te vagy a rend... Éj, de nem azzal. Nem azzal, te barom. Jó. Te is pisztolya, várja. Te vagy a gonosz rabló, hát tényleg én vagyok a gonosz rabló, és azt mondom, hogy... Hé, kedves hölgyem! Ide a virágot! A virágból. És én pedig azt mondom, hogy... Hey! Ej! Nem lehet kilőni a pisztolyt. Lőd tovább. Hát de mit lőjek már rajta? Egy picit megy le az életem. Hát de... Lőd! Lőd tovább! Azaz! Máté, próbáld meg egy nagyobb kaliberrel. Próbáld meg izével. Mesterlövész puskával. Várjál, ez egy nagyobb kaliber. Hát... Hogy, milyen nyelven? Ennél nagyobb kaliber nem, nincs. Azért próbáld meg egy sniperrel is. Jó, ez egy deagle. Hát nem deagle, hanem ez a ilyen revolver. Na ennél nagyobb kaliberem tényleg nincs. Itt egy sniper. Jó, rázoomolunk, és... A fenébe, ez is lepattant. Máté, most én is megpróbálom neked. Jó. Lepattant! Gellert kap a golyó! Ja, hát ez a mítosz, ez egyértelműen hamis. Ugyanis nem lehet kilőni a pisztolyt egy másik játékos kezéből. A na menjünk tovább, Krisz. Oké, és na, most egyre izgalmasabb mítoszok jönnek, úgyhogy pattanj be, Máté. Oké, ez egy elég érdekes mítosz volt. Egy olyan mítoszunk van, amithez kell valamit keresnünk, szóval oda is mehetünk a reptérhez, és megnézhetjük, hogy van egy ilyen cargo bob, mert fog kellene nekünk cargo bob. Az egyik marha jó, akkor megint 20 percig keresgethetjük. Ja, hát ez így szokott lenni, de mindegy, kell majd venni egy cargo bobot, és akkor nem kell keresgetni. Ja, amúgy, ha lenne minden nekünk, ilyen hajóink, meg repülőink, meg kacsiaink, meg minden, nem kéne keresgetni soha, hanem az jó lenne. Csak ki lehet hozni. Hát figyelj, Máté, pénzt kell farmolni, ezt meg. Oké, és itt van egy kis repcsike, meg van egy semmi. Oké, hát itt cargo bob az nem lesz itt. Szokott lenni cargo bob. Ott bent. A ja, ott hangárba. Bennem, ott bennem. Itt kint. Végre jön fel a nap, ez az. Na. És a fenébe. Ja, bocs, mert egy, és akkor egy próbálkozás után jön ez a mega epic. Ezért repülő, amit a múltkor 20 percig keresget. A fenébe három helikopter is van, de egy cargo bob. Ja nem, két helikopter csak. 5 perc múlva. Na, ha? Most már találhatnánk egy olyan cargo bobot. Természetesen, amikor nem az kell, akkor 40 szebe dobja, de amikor az kellene, akkor nem. Ott van, let's go. Juhu, cargo bob. Na. Máté. Igen? Most itt vagyunk a cargo bobnál. Megbeszélhetjük, hogy mi is a következő mítosz. Még ne szállj be. Nem szállok. A következő mítosz ez nem más, mint hogy a kocsiban nem lehet meghalni a zuhanástól. Ugye, hogyha a valóságot tekintjük, akkor úgy van... És te rám peckeli a taknyát. Ha a valóságot tekintjük, akkor úgy vannak a dolgok, hogy ha lezuhansz a kocsiból, vagyis ha a kocsiban ülsz, és lezuhansz egy magas helyről, akkor ugye ilyen ripityára törik a gerinced, mikor becsapódsz a földbe. De itt GTA-ban megvéd téged a kocsi, hogyha benne ülsz a zuhanástól, szóval... Ez a mítosz. Igen, ez a mítosz, hogy a kocsi az szóval teljesen én megvéd. A kocsiban.
És a legjobban úgy tesztelhetjük ezt le, kis haver, hogy fogjuk és fölvisszük a kárgóbobbal a kocsiban ülő embert a lehető legmagasabb magasságoknak a magasságába, és ledobjuk. Igen, lehajtjuk ide egy ilyen szín terepre, hogy lássuk. De szerintem amúgy, őszintén szólva, szerintem az fog történni, hogy nem is abban halsz meg, hogy fall damage-ben, hanem ezt fel lehet egyáltalán szedni. Nem. Nem, akkor kell egy másik kocsi. Szerintem nem a fall damage-ben fogok meghalni, hanem abban, hogy felrobban az autó. De majd meglátjuk. Egy ilyen átlagos autó legyen, ne? Nem mondjuk ez a traktorot. A, egy átlagos. Jó. Mr. Uram, egy... állítsa meg a kedves kocsiját! Elég jó autó volt, ott jön egy. Csak ne ez a legfasabb legyen, kérlek. Ott van! Na, az egy jó, az egy ilyen átlagos autó, az tökéletes lesz. Hello, Johnny! Nem lát semmit? Júj, leütött a Johnny-t, ez gonosz Máté. Mehetünk! Vissza is állt a Johnny. Ott mutogat a Johnny. Azt mutatja, hogy de oda nem tudok menni, Máté, kiébb kéne állnod. Jó, most már nem mutogat semmit a Johnny. Let's go! Ez az, fölkaptuk. Jó, oda megyek a reptér fölé, és onnan foglak ledobni. Oké. Okay. Megfelel lesz, kedves Máté uram? Jó van. Csak ne ilyen lóbálozva dobni már le, hanem így állj meg ilyen. Srácok, nagyon fontos, belájkoljátok a videót, ugyanis, akkor, ha 4000 like meg szennyi falat, akkor nagyon hamar fog jönni a következő mitzes videó. És most tényleg nagyon hamar fog jönni, már most hónap utánra kitalálom. Már jön is, veszük is fő. Itt már simán meghalnék fall damage-ben. Igen, de minden fölmegyek, amit, vagy a maximális potential damage-et megcsináljuk. Jó. Hú, azért most már elég magasan vagyunk. Milyen belülről? Hát ezt nem akarom nyugalom látni a valóságban. Ha igaz a mítosz, akkor nem lesz semmi bajod. Ha nem igaz a mítosz, akkor... Arra ne gondoljunk. Biztos igaz, nem? Ja, biztos. Na jó van, Máté, most már igen, csak magasan vagyunk. Hát most már ilyen. Most már elengedhetünk. Most már egy ilyen mancsiliát magasságában vagyunk. Ja. Szerintem elengedheted, igen. Jó van. Akkor háromra elengedem. Egy. Jó, de túl megyünk a pályán. Kettő. Három. És túl megyünk a pályán, és most a dambak közé fog beesni miattad. Megpróbálok így egyenesen maradni. Róla kell egyenesen maradni, hogy a talpára érkezzen az autó! Oh, let's go! Mehetünk! Életben maradtam át, és semmi baj nem lett. Egy kilométer. Nem, hogy nekem nem lett, a kocsinak se lett semmi baja. Egy kilométerről lezuhantattam a Mátét. Tél let's go! Volna? Máté! Hát igen, úgy látszik a helikopternek már van fall damage-e. Ja. Szóval ez a mítosz igaznak bizonyult, ugyanis a kocsiban nem lehet a zuhanástól meghalni. Ez tök király volt, nem Krisz? Ja, ez nagyon jó leteszteltük. Máté, a következő mítoszhoz maradhatunk is itt, a reptérem. Na, tök király. Ugyanis... Nem más a következő... Nem más a következő mítosz, mint... A rakétakocsi gyorsabb, mint egy repülő. Hát mondjuk ez azért jó kis mítosz. Hát ez elég jó kis mítosz, nincs itt. Ezt most nem mondod, hogy komolyan, hogy nincs itt. Ja, de most nézd meg, egyből megint egy kárgóbob. Na várjál, akkor az lesz. Kell egy repülő. Fölgyorsulok egy repülővel, és itt alacsonyan fogok szállni a repülő fele, vagy a repülőtér felett, és te meg, amikor ide érek, akkor így buf, megnyomod a rakétát. Igen, igen. Igen, mert az nem lenne fair, hogyha a repülővel még föl is kéne szállni, mert a rakétakocsival már végigérek a reptéren. Mire? Hát igen, mire az felszáll. Mire te begyorsulsz. Szóval azt úgy tudjuk letesztelni, hogy... Igen. És itt nem is a gyorsulását nézzük a repülőnek, meg a rakétakocsinak, hanem a végsebességét. Tehát, hogy gyorsabban megy. Igen, igen, igen. És milyen repülővel próbáljuk el? Sima, ilyen, azért propelleressel? Hát, amilyen találsz. Igen, amilyet találok. Oké. Okay. Ezzel akarod kipróbálni? Hát, nézzük meg. Ez megőrült, hát amúgy kipróbáljuk többel is. Én addig felszállok és jövök majd visszafelé, jó? Jó, de még nekem elég sok idő, még ne szállj fel. Kicsit olyan érzésem van ezzel, amikor így felszállok, mintha Battlefield 1942-ben játszanék. Ja, tényleg, mert az tényleg olyan repülő. Oké, okay, felszálltam. Most szállok be a kocsiba. Oké, okay, nekem még meg kell fordulnom, és akkor gyere ide a másik végéhez, és a... bal oldali sávba fog majd menni. Csak rá kell állnom, szóval... Ja, hogy visszafele megyünk az eleje felé? Igen. Oké. Okay. Megyek. Jó. Itt vagy már? Most értem ide. Oké, okay, állj be.
és gyorsulj fel, amikor mondom. Jó. Oké, akkor gyorsulj fel úgy, hogy így el tudj kapni. Nyugi, mert... amikor ideérsz, én is jövök. Jó. Mert. És mert. Ez az, let's go! Ez az, én fog nyerni! Oszta! Fej mellett haladunk! Rakétatökés! Ah! Wuuuuh! Várj, leszállok! Leszállok! Hát ez egy kicsit rosszabbul sikerült ez a leszállás, mint gondoltam. Itt van egy másik repülő. És akkor most próbáljuk ki ezzel, ezzel egy kicsit könnyebben fog tudni mazagni. Ja, és ugyanez, vagy... Igen, most... ugyanígy. Jó, akkor oda megyek. Szóval akkor itt most gyorsabb voltál, ugye? Egy itt picit, de amúgy meglepődtem, mert... Én is. Mert majdnem ugyanolyan gyors. Azért voltam. Ez elég gyors volt ez a repülő amúgy. Ja. Mondjuk nekem lassúnak tűnt, de nyilván csak azért, mert magas. Vagyis egy nagy... Még mindig ott van az UFO. Amúgy elég gyors ez a repülő is. Igen. Na? Na majd megnézzük, hogy bírja. Jaj. Ajaj, mi volt ez? Lőni akar ez a... Ja, mert becéloztál. Aha. Ja, mert mondta, hogy... Igen, itt tü-tü-tü. Ezt csinálta. Ja, ilyen vészjelzés. Na ráfordulok. Fordul a mandula. Miért van itt te hülye torony? Itt vagyok. Oké, és gyere Máté, ha fölém érsz, indulok. Jó. És mehet. Juhú. Ez az. Hát, ennél sokkal gyorsabb. A kocsit. És hoppa, ott van még egy. Nyertem. Jó, osztok. Most nyertél, viszont várjál csak. Várjál. És itt van a giga repülő. Krisztián, ez lesz az igazi. Ez nagyon nehéz lesz, új. Nem lesz az, nyugodj meg. Ez lesz a legnehezebb, mert szerintem ez a leggyorsabb repülő. Hát ja, ez amúgy várható volt, hogy ennél azért gyorsabb lesz. Őszinte legyek, szerintem ezt nem fog tudni legyőzni, ezt a repülőt. Mert ez a leggyorsabb. Szerintem se, ja. Még a azt ez azonnal el is indul. Még a hangja is szuper gyors. Hát ez ilyen private jet, nem? Ja, igen. Ja, ez ilyen privát repülő, ez ilyen Mark Zuckerberg, Jeff Bezos repülőgébe. Jaj, nem Mr. Bezos! És mehet! Let's go! Itt a sebesség! Jaj, ne! Visszaelőd! Visszaelőd, Krisztián! Ez az! Let's go! Nyertem! Juhihá! De nem sokkal nyertél. Hát nem sokkal amúgy. Amikor nyomtam a rakétát, akkor hoztalak vissza, de amikor nem, akkor meg kicsit vissza lehagytam. Jaja. Úgyhogy amúgy elég epik volt, hogy őszinte legyek. Nagyon durva. Hát amúgy szerintem ezt lehet igaznak mondani ezt a mítoszt, mert háromból kettő repülőt láttam. Nem? Hát ja, végül is. Szóval Krisztián, ez a mítosz igaznak bizonyult. Egy átlagos repülőnél ez gyorsabb ez a rakétakocsi, bár nem sokkal amúgy, az a meglepő. Én azt hittem, hogy ilyen így pju, így ott fogja hagyni az összes repülőt, de ez azért meglepő volt. Ja, ez tényleg, ez egy nagyon izgalmas mítosz volt. Ja, szántam. A Titan helikopter, halló, ja. Mr. Kopter. Jó van, Máté, a következő mítosz. Ahhoz kellene megint egy sima kocsi, mert... Vagy Ariam, visszaszállok most eszembe, csak... keresünk egy sima kocsit, mert ezzel azért könnyebb sima kocsit keresni. Okay, mint például ez. Aha. Igen, mint például ez itt. Jó. Várj, kiszállok, és akkor megverem. Hülye barom! Áj, bocsánat! Basta! Ne azt ne is engem. Már, te hülye! Azaz, az lehet, hogy jó. Ennyi volt. Jó, Máté. Menjünk. Mit tudom én. Á, maradhatunk itt amúgy. Jó, na és akkor miért kell ehhez sima kocsi, vagy miért kell ez? Mert a mítosz, az nem más, mint hogy... Mint ahogy? Szelfizés közben nem esel le a mozgó járműről. Ugyanis próbáljunk csak meg valamit. Gyere. Nézd, Mariam. Jó, na végre főzöm. Indulj el, de csak egy picit lassan. Jó. És akkor egyszer csak fogja a karakter, és így és azonnal leesik. Szóval a mozgó járműről azonnal megbotlik a karakter, és leesik. Igen. Húzzám és a mítosz, ez nem más, mint hogy... Ha szelfizel, akkor nem esel le. Úgyhogy gyere Máté, bepattanok én. Miért te pattannál be? Hát mert az úgy... Gyere gyorsan, szállj be és menjünk el innen! Meg fog halni. Meg valami izgalmas helyre. Ami ahol nagyon jól lehet mítoszokat tesztelni. Mint például a, hát, hogy ne a repülőtér? Ne itt legyünk a repülőtéren egész videóban, Máté. És akkor mi van akkor, hogyha a repülőtéren vagyunk egész végig? Oszta! Micsoda kanyarbót, nagyon ügyes voltál. Tudom. Na menjünk el valami nyugis helyre, ahol nem zavar senki, meg a sok gyökér nem jön. A kokain bizniszhez úgyis itt vagyunk mellette, ide menj már. Szóval, Krisztián, szállj ki.
Szóval, hogyha mozog a jármű, és a Krisztián rajta áll a tetején, akkor leesik. Ezt biztosan sokan tudjátok. Viszont az a mítosz, hogyha a Krisztián tartja a selfie kamerát, tehát selfizik, a közben nem tud leesni. Akkor próbáljuk meg. Pillanat, már is előveszem a selfie kamerámat. Oké. Okay. Jó, megfordítom. Jónak kinyitottad a selfie kamerádat, Krisztián? Igen. Oké, okay. Na akkor mehet. Mehet. Próbáljuk ki. Indulj. Jó napot, kivilág. Bezárta és azonnal el. Bezárja és azonnal lezuhanok. Gyere, te is próbáld ki, Máté. Oké. Okay. Szóval akkor fel kell hozni a selfie kamerát a Snapmatic-kel. Portré, selfie. Hello, jó, hello, John Zoni. Oké, és mehetünk? Mehetünk. Mehetünk, kedves uram. Jó, de jó. Azonnal leestem. Ez nem jó. Viszont Krisz, nekem van egy másik teóriám, hogy az működhet. Igen. Hogyha felszállok a kocsi tetejére, volt az a mítosz, hogyha tartod a pisztolyt, akkor tudsz hegyet mászni. Szóval ugyanaz a teóriám, hogyha itt célzok a pisztollyal, miközben megy a kocsi, akkor nem fog elesni, mert ugye a hegyen is, amikor mászol fel, akkor így megbotlasz, meg itt is így megbotlasz, miközben megy a kocsi, de hogyha tartod a pisztolyt és célzol, akkor nem. Szóval aha, ez teóriám. Na nézzük. Jó van, próbáljuk meg. Akkor háromra indultunk. Egy, kettő, három. Azonnal leestem, ezt nem hiszem el. Ez hihetetlen. Akkor ez egy nagyon nagy duranás. Ja, szóval még megmenteni se tudtuk ezt a mítoszt. Ja. Ezt nem hiszem el. Ez a mítosz hamis. Ugyanis ugyanúgy leesel a mozgó járműről, hogyha szelfizel. Pattanjunk be ebbe a katonai csapat. Miért pattanánk be ebbe a katonaiba? Mert ha nem ülsz be, akkor megöllek. Oké, és a következő mítosz az egy elképesztő mítosz. Ugyanis ahhoz hívni kell a mini tankot. Mini tank. Igen, ez mini tankos mítosz lesz. Ugyanis van egy olyan mítoszom, hogy a mini tankot nem lehet elpusztítani gépfegyverrel. Szóval tölt ilyen lövöldözős. Szóval akkor menjünk megint olyan helyre, ahol nincs senki. Lövöldözős tőténnyel nem lehet elpusztítani a mini tankot, csak robbanással, ugye? De hát ilyen lövöldözéssel nem. Szóval most azt fogjuk letesztelni, és kéne egy minigun. Van minigunod? De ez is jó. Nincs. Gépfegyver. Hát a minigun az azért nem gépfegyver, szóval... Hát de, az is gépfegyver, csak ez nagyon gyors és nagyon nagy gépfegyver. Ez tökre tetszik ez, hogy így lebeg a hátul az a genyek. Tényleg jól néz ki. Ez a ponyva. Van Máté rengeteg lőszered? Mert hogyha nem... Oh, azt a nézd már, mi van ott! Ezt láttad? Olajfúrókút? Nem, egy ilyen viking hajó. Szállj ki! Hol? Itt. Félig van kész. Gyere, talass vissza. Azt de ez a... mióta viking hajó? Viking hajó. Ez nem viking hajó. Viking hajó. Ez nem viking hajó. Valami olyan helyre kéne menni, ahol nem törődnek a gépfegyverek. Mint például itt. Igen. Ha? Hát szerintem ez elég. Föl kéne menni valahol a világ tetejére. Csak oda tudod hívni a mini tankot. Itt jó lesz, mert itt állandóan okay, itt lövöldezzük egymást, és jó, nem szoktak. Kilőjön, te lőjél, én és lövök. Én lövök. Jó. Oké, és akkor hívom a mini tankot. Ennyi, ennek nem akarsz gondot egy kis akadály. Nézd meg, simán. Azt, ez tényleg nagyon jó, hát látsz kis katonai. Na hívd a mini tankot, én meg keresek valami olyan fegyvert, amelyet tudok lőni. Az a baj, hogy nincs túl sok fegyverem, hogy őszinte legyek, mert csak ilyen kis szarok vannak. Az UFO pisztoly az számít? Hát nem, hát ilyen és lőszeres. A muskéta? A muskéta az is számít, azzal is lőhet. Muskétában? Jó. Itt vagyok, és a kérdés okay, az, vagyis mert... a mítosz az, hogy nem tudsz elpusztítani, hát igazából robbanószer nélkül, hogy csak így leveldözöl. Úgyhogy, kezd is kilőni az összes táradat. Jó, mert. Hát eddig nem jött össze. Hát ez csodálatos. Oké, és... egyenlőre túlétem. Nem mutatja az életed amúgy? Nem. Na jó, várjál, átváltok egy másik fegyvert. Ja, ott mutat valami ilyen... Ott mutat valami. Meghalsz! Ilyen sárga csíkot mutat. Ez egy ilyen kis pici AK. Na jó, Máté, kezdj el lőni, azt lőd rám az összes lőszeredet. Mi ez, hogy kezdjek el lőni, hát lőlek folyamatosan. Hát lőd rám az összes lőszeredet. Jó, persze már. Máté, eszembe jutott valami. Na? Hát te is tudod majd hívni a minitankot. Én meg hívom a ballistic equipmentet, és a minigunnal végtelen lőszerrel tudlak téged lőni. Hát, Krisztián, szerintem ez nem fog meg... nem fogsz meghalni soha a ja, életben. Szerinted az a legjobb módszer, hogy... hogy izé?
Az jó módszer, nem? Ballisztikát, mit mentál szépen. Hát igen, azt kipróbáljuk, mert szerintem az soha büdös életben nem fog jó. Semmi. Oké, és na akkor előírom a ballisztikák, mit mentett, és mondjuk mit tudom én, egy X, mennyi legyen az az idő, hogy ha addig lőlek, akkor az már azt jelenti, hogy azt már biztos nem tudlak elpusztítani, vagy 3 percig, vagy... Hát kb. Jó. Jó napot kívánok! Várjál, oda megyek. Gyere ide, csak meg ne ölj, mert a ballisztikák, mit mentett, akkor nem kapom jó, meg. Jó, van, nem ölöm meg a kis gyenge ballisztikálból, marad, hát nyugi. Ott megy egy repülő, azt mit csinál az? Az nem egy játékos? A ballistic equipmentet hozták. Na itt vagyunk, Máté. Jó, na beállok, és akkor mehet. Most jöhet a mindent eldöntő összecsapás. Oké, próbáld meg kilőni a mini tankomat. És nézzük meg, hogy sikerül-e. Rendben! 3, 2, 1, mehet! Ha! Nem bírsz velem. Túl erős! Ezt nem hiszem el! Nem tudom, hogy mit csináljak! Hoppá! Várjál! Néha levi nincs rendben! Mi az? Füstölsz? Igen! Hoppá! Valami nagyon vinnyog! Haha! Kinyírtam! Ezt nem hiszem el. Ez az! Sikerült! Meghaltam! Igen. Bonyozni akarsz, kismer. Táncolj! Táncolj, Doug! Táncolj! Tánc! Tánci, tánci! Tánc! Táncolj! Táncolj meg! Táncolj meg! Francba! Úgy tűnik, hogy ez a mítosz félig igaz. Azt nem mondanám rá, hogy teljesen igaz, mert azért ez egy ballistic armor. Tehát hát ez nem csak egy minigun, de... Most igaz. Szóval ez egy rendes minigun? Ez egy sima minigun, igen. Azt kaphoz. Csak jó, és a minigun az számít ebben? Hát persze, az gépfegyver. Az a lényeg, hogy nem robbanás, hanem lövés. Aha. Szóval, srácok, írjátok le kommentben a véleményeteket, hogy szerintetek ez ére így. Szerintem ér. Mert egy sima minigunt is megvennél, és azzal is. Jó, de most nem téged kérdezlek, a srácokat. Szóval, srácok, ez volt az utolsó mítosz, juhijá! Nagyon király mítoszok voltak ismét, és hogyha szeretnétek, hogy legyen még ilyen videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok ezt a videót, ugyanis hogyha meg lesz a 4000 like ezen a videón egy nap alatt, akkor jön hamar a következő.